Szeretettel köszöntök mindenkit a Kistelek Szent István király plébánia templomában. Ez a templom a kisteleki emberek, hívek közösségének az a helye, ahol az emberek összejönnek, hogy Isten előtt tiszteletüket tegyék. De mi is az a templom? Hogyan alakult ki a mai templom? Az első emberek, ugye, amikor ide kerültek valamikor több millió évvel ezelőtt a földre, akkor nem volt még templom, nem volt kőből épített hely, ahol egy közösség összejöhetett volna, és kifejezze Isten iránti tiszteletét, de mégis a szívében érezte, mert az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy kifejezze a teremtője iránti háláját az életéért. Ezért különböző helyeket hozott létre a földön, egy kőmagaslat, egy hegy, ahol összejöttek, és Istenhez imádkozva hálát adtak az emberek azért, hogy ide a földi létbe az Isten megteremtette őket. Majd később, amikor kiválasztja Isten az ószövetségi zsidó népet, Dávid király lesz, aki Jeruzsálemben fölépíti a világ első templomát, ahol olyan helyet ad az embereknek, ahol ki tudják fejezni az Isten iránti hódolatukat. Ez az ószövetségi zsidó nép Isten tisztelete abból állt, hogy állatáldozatokat mutattak be a jeruzsálemi templom oltárán, általában bárányokat áldoztak az Istennek, a szegényebbek azok egy galambot vittek, ugye Mária és József is tudjuk, hogy húsvétkor, mikor bementek a Jeruzsálem templomába, akkor ők is egy pár galambfiókát vittek az Istennek ajándékul. Ez nem az Isten számára volt fontos, hanem az embernek. Ha az ember szeret valakit, akkor előbb-utóbb valamilyen ajándékban is meg szeretné jeleníteni az ő szeretetét, hogy kifejezze az iránt, akit szeret. Ugyanígy történt ez ott Jeruzsálem templomában is, annak idején, több ezer évvel ezelőtt. Majd aztán jött Jézus, aki már azt látta, hogy a jeruzsálemi templomban teljesen elvetemült dolgok történnek, és ostort fon, és kizavarja az embereket és az ott lévő állatokat a templomból, és kiabálja Jézus, hogy mivé tettétek az én atyám házát. Hát piaccsarnok volt, mert akkor ugye az állatáldozatokat adták, vették, pénzt váltottak, mert nem csak zsidók jöttek már Jeruzsálem templomába, mint a világ egyetlen templomába, hogy Isten előtt kifejezzék hódolatukat az emberek és hálájukat, ezért pénzváltás is folyt, hogy meg tudják venni az Istennek szánt ajándékokat. És Jézus helyre rakta ezt, és azt mondta, hogy a templom akkor lesz az Isten háza, ha abban a szív szólal meg, és nem a pénz csörög, és nem különböző tárgyi ajándékokkal hódolnak az Isten előtt. Ezen nagyon meglepődtek az emberek akkor, és vádolták is Jézus, hogy hogy mer ilyet tenni, hiszen a több száz éves hagyományról ő hogy mondhat ilyet. Majd elérkezik az az idő, nagybőjt idejében vagyunk most is, amikor Jézus kinyilvánítja, hogy bontsátok le ezt a templomot, mert én harmadnapra úgyis felépítem. Vagyis Jézus ezzel azt akarta kifejezni, hogy nem a kőből épült templom a fontos ahhoz, hogy mi Isten tisztelhessük, hanem az emberi élet, az emberi lélek, mert Jézus a saját testéről beszélt, ugyanis őt ugye nagy pénteken megölik, keresztre feszítik, és húsvét vasárnap harmadnapra feltámad. Vagyis Jézus fontosabbnak tartotta, hogy az emberi lélek legyen templom, maga az ember legyen templom, hogy az Istennek adjuk oda az életünket, és legyen az életünk Istennek tetsző ezáltal, és ha ez így működik az emberben, akkor már lesz a templomban való ünneplésnek helye, az az ember már be tud lépni a templomba, és akkor az már nem tárgyakkal veszi körül az Istent, hanem rájön, hogy be akarja engedni Istent az életébe, a lelkébe, a szívébe. Vagyis Jézus arra akarta rádöbbenteni az embert,
hogy először a szívével keresse Istent, a szívébe engedje be Istent, legyen ő maga az Isten temploma, és aztán, ha ezt sok ember megérzi, akkor érdemes kőből felhúzni falakat, tornyokat, és egy olyan helyet létrehozni, ahova több száz ember, vagy több ezer ember is befér, és egy közösségként kifejezni az Isten iránti szeretetünket, hálánkat, tiszteletünket. Így aztán, amikor Jézus az új szövetséget megköti az emberekkel, már nem csak a zsidókkal, hanem azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor a 12 apostol elindul a világba, és megteszi, amire Jézus kéri, egyre több közösséget hoz létre, egyre több ember lesz igazi Isten hívővé, ezért szükség lesz olyan helyekre, ahova nagyobb emberszámú tömeg befér, mert kezdetben ugye nem volt Jézus idejében olyan hely minden faluban, városban, ahol Isten tiszteletre összejöttek volna az emberek, ezért csak magánházakban jöttek össze baráti közösségek. Majd ugye Jézus ugye útnak indítja a 12 apostolt, és amikor létrejön, hogy az egész világot behálózza az evangélium, akkor épülnek templomok. Magyarországon is Szent István király, mikor megalapítja a keresztény magyarságot, akkor hoz egy törvényt, minden 10 falu építsen egy templomot, hogy legyen helye annak, ahol összejön a 10 falu népe, és tudja tisztelni az Istent. Így Magyarországon is több száz templom épül, különböző stílusokban, ahogy telik az idő, a kisteleki templom is klasszicizáló, késő barokk stílusban épül, ugye 1832-ben készül el. És itt vagyunk ma a 21. században, amikor is a világban már több millió templom van, ahol az emberek elcsendesedve kifejezik Isten iránti tiszteletüket, illetve hogyha közösségként jönnek a templomba, ami sajnos ma a járvány miatt lehetetlen, akkor pedig egy szent misében vallják meg hitüket teremtőjük előtt. A templom az általában három részből áll. Van egy előcsarnok, van egy hajó, és van egy szentély. A szentély az minden templomnak a szíve. Ebben a maketben is láthatjuk, hogy ugyanígy helyezkedik el. A szentély az tulajdonképpen a templomnak az a része, ahol most igazából a főoltáron látjuk a szentségházat, ahol lakik Jézus az oltári szentségben, mert nagy csütörtökön az utolsó vacsorán azt mondta a kenyérre, ez az én testem, és azt mondta a borra, ez az én vérem, és azóta minden nap, minden szentmisében ezeket a szavakat a pap segítségével Jézus megismétli nekünk, és így hív meg minket az ő asztalához, az ő oltárához. A hívek a templomnak a hajó részében ülnek, ahol megvallják azt, hogy hogyan hisznek Istenben. Az előcsarnok rész, ahol a kapun belépünk, általában egy ráccsal volt zárva, mert csak azok jöhettek be addig, akik még nem voltak megkeresztelve. Vagyis a Szent Misén igazából azok vehettek részt, akik már megvallották hitüket. Mert a templomban csak azok léphettek be a hajóba, illetve a szentélybe, akik felnőttként már meg tudták vallani a hitüket, mert az őskereszténység idejében nem volt gyermekkeresztelés, hanem minden hittanuló, katekumen, úgy hívták őket, 3 évig kellett, hogy tanúságot tegyen arról, hogy ő komolyan szeretne megtérni, komolyan szeretni életét Istennek átadni, és a Jézusi értékek rendje szerint szeretni élni életét. Ezért minden hittanuló mellé kirendeltek egy felnőtt, már megtért embert, aki követte ennek az embernek az életét, hogy igazán méltó-e rá, hogy az rácson túl is majd, amíg után megkeresztelik, beléphessen a templom hajójába. Így aztán a templom hajóba ül a híveknek a közössége, akik együtt vallják meg hitüket. Miért is nevezik a templomban azt a részt hajónak, ahol az emberek
közössége részt vesz a Szentmisén. Azért, mert két elnevezés is kapcsolódik hozzá, egyik egy ószövetségi, másik egy újszövetségi. Az ószövetségi szentírásban olvashatjuk Noé történetét a vízözönben. Amikor is Isten megszólítja Noét, hogy építsen egy bárkát, és ebbe a bárkába vigyen be minden állatból kettőt, és vigye be az ő családját. Mert akkor a özönvíz borul a földre, hogy csak az marad életben, aki ebbe a hajóba beszáll. Vagyis Noé és családja megmenekült a vízözön által pusztított haláltól, életben maradt. Az új szövetség elnevezése a hajónak pedig az, amikor Jézus a 12 apostollal beszáll a bárkába, és át akarnak menni a genezáreti tavon a túlsó partra, és ott egy nagy vihar támad, és az apostolok elkezdenek ordibálni Jézusnak, hogy segíts minket, ne hagyj elveszni, mert meghalunk. Ekkor Jézus fölébred, aki ott aludt a hajó alján, és odaáll az apostolok elé, és azt mondta, miért kiabáltok? Ahelyett, hogy imádkoznátok, miért vagytok ilyen kishitűek? És Jézus lecsendesíti a viharos tengert, és ekkor az apostolok elkezdenek csodálkozni, hogy micsoda ereje van Jézusnak, aki megmenti őket a viharos tengeren, még a természet erőinek is parancsolva. Vagyis aki a hajóba beül, az megmenekül az örök haláltól. Ha úgy hisz Jézusban, mint az Isten fiában, aki mindenre képes az emberért, még az életét is odaadja értünk. Ennek köszönhetően azok az emberek, akik itt vannak a szentmiséken, és beülnek a hajóba, azok a szentségház fele nézve átélik azt, hogy ott van a kormányos, aki az egyház hajóját kormányozza, és viszi az örök élet országa felé, a mennyország felé, mert Jézus azt mondta, hogy ti nem ebből a világból valók vagytok, nem ebből az országból származtok, ezt úgy értette, hogy az az ember, aki Isten fiának vallja magát, ugyanúgy, mint Jézus Krisztus, azt Isten megisteníti azáltal, hogy a földi élete végén nincs vége az életnek, mert vár rá az az élet, amit Jézus Krisztus megígért nekünk, sőt megmutatott nekünk Húsvét vasárnapján a feltámadása által, hogy a mennyország mindenki előtt nyitva van. Ezért a templomba az emberek hitüket gyakorolván, ugye a tanítást a Bibliából hallva, és táplálkozva Krisztus testével, az örök élet kenyerével, reményt kapnak arra, hogy aki a templomban így megvallja a hitét, és elmegy a hétköznapokra, és úgy él a hétköznapokban is, ahogyan hallotta a tanításban a Bibliából, és az örök élet kenyerével élve járja élete útját, annak van reménye, hogy ezt az örök életet elnyerje. A világon, ugye mondtam, hogy már több millió templom van, az első, ahogyan azt is mondtam, hogy Jeruzsálemben volt, ami már több ezer évvel ezelőtt épült, az a templom teljesen másként nézett ki, mint a mai templomok. Nem volt zárt része, hanem udvarok voltak, és ezen a nyitott udvarokon voltak kőből emelt oltárok, amin az állatáldozataikat a zsidók bemutatták, és egyetlen egy zárt rész volt a szentély, amit úgy is hívtak, hogy a szentek szentje, és oda senki nem léphetett be, csak a pap, aki Istennek mutatott be általában tömjén áldozatot, ugye a tömjén az az illatos füst, amiről azt tartották a zsidók, hogy egyedül képes az Istent megközelíteni és az Istenhez szállni, tehát éppen ezért tömjén áldozatot mutatott be, és ezt senki nem láthatta, csak maga az Isten szolgája, a pap, aki bemutatta abban a zárt szentek szentjében az Istennek szánt áldozatot. Ebben a szentek szentjében őrizték a frigyládát, ami a zsidóknak ugye az a
momentum volt, az a kultikus tárgy, amiben őrizték a két kőtáblát, amire a 10 parancsolat volt írtva, és egy tál mannát, amivel Isten táplálta a sínai félszigeten a zsidók vándorlása során a népet, és Áron kivirágzott botját, ami bizonyíték volt zsidók számára, hogy Isten igenis őket választotta, és Isten először velük akarta megmutatni a világnak, hogy érdemes az Isten népének lenni, és Istenben hinni. Ugye ez a frigyláda ma már nincs meg, sokan még ma is kutatják, hogy hol lehet ez, de a babiloni fogság idején állítólag ez elpusztult, és a zsidóknak ez a szentek szentjében lévő tárgy volt, az a bizonyíték, hogy Isten a templomban lakik. És pontosan ezért a zsidók nem építettek más faluban vagy városban templomot. A zsidók országában egyetlen egy templom volt a fővárosban, Jeruzsálemben, mert azt mondták, hogy az Isten csak egy templomban lakik. Na és akkor jön Jézus, aki helyre pofozza ugye a zsidókat, és azt mondja, hogy na álljunk meg egy szóra, a templom az mi vagyunk. Ahogy mondtam, előbb már a kőből épült templom az a közösségnek a helye, de az a közösség, aki egyénenként belép egy templomban, egy kőből épült templomba, az már a szívében viszi az ő életét Isten elé, és Jézus ezt tette helyre, hogy sokkal fontosabb, hogy Istent beengedjük az életünkbe. Isten nem lehet egy kőből épített templomba bezárni, Isten mindenütt ott tud lenni, ahova az ember hívja. Kistelek templom előtt állunk. Kistelek temploma 1832-ben készült el. Ez a templom már nem az első templom a Kisteleknek. Ahol most vagyunk, egy gyönyörűséges, magas tornyú, 36 méter magas templom előtt vagyunk. A templom a város közepén található, nem véletlenül egy kereszteződésben. Az ide érkező emberek, amikor vallásukat szerették volna gyakorolni, akkor jól tudták, hogy annak az életük középpontjába kell, hogy kerüljön, így került a térben is a középpontba. Sok-sok faluban, városban éppen ezért a templomot a középpontjában találjuk a településnek. Ugye kint zajlik az élet, éljük a mindennapi életünket, rohanunk, ugye sokszor halljuk, hogy rohanó világot élünk, autók mennek, dübörögnek, kamionok, buszok, motorosok, biciklisek, és úgy megyünk el sokszor a templom mellett, hogy nem is veszünk róla tudomást, mert más van a gondolatunkban, más van az életünkben. De aki egyszer itt megáll, és a kapu előtt rágondol arra, hogy hova szeretne belépni, akkor nagyon gyorsan rátalál arra az érzésre, hogy egy más világ nyílik ki ezen az ajtón. Az a világ, ami nem múlandó, ami nem tűnik tova, hanem ott bent azt az érzést találjuk meg, amire minden ember vágyik, hogy örök pillanatot éljen meg, olyan boldogságot, olyan nyugalmat, olyan szeretetet, amit itt kint nem találunk meg. Ezért most ugye figyelmeztet bennünket sokszor, most is halljuk a templomnak a harangját, ugye az élete az embernek a templommal kezdődik, mikor megkeresztelik és elhozzák kisgyerekként, és itt fejeződik be, amikor temetésekor megszólalnak a harangok, és búcsúznak az élettől. A harang a templom toronyban nem egyedül lakik. Ők is szeretnek közösségben lenni. Négy harang van Kistelek templomának tornyában. Ez a négy harang, az első a Szent István harang, templomunk védőszentjének tiszteletére szentelve. A második Szent Péter és Pál apostol harangok, templomunk második harangja, Kistelek első templomának a védőszentjeinek a tiszteletére szentelve. A harmadik harang a Szent Flórián harang, ugye Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, ugye régen a toronyból mindig volt fönt egy ember és figyelt, hogy merre van tűz, és kérték Szent Flóriánt, hogy védje meg az embereket a tűzvésztől. És a negyedik harang pedig Szent Imre harang, az ifjúság védőszentjének a harangja,
aki a jövőt jelképezi, hogy a harang a jövő nemzedékéért is szól mindig. A harangok most négyen vannak, de itt is történtek változások. Az első világháborúban elvitték a legnagyobb Szent István harangot ágyúüntésre, de szerencsére tudták pótolni, úgyhogy amikor megszólal a négy harang, és hirdetik a szentmisét, hogy jöjjenek a hívek, ez szentmise előtt egy órával, fél órával, és a szentmisére való beharangozáskor is megszólalnak, akkor mind a négy elhallatszik a városunk legmagasabb és a legtávolibb pontjaira is, tehát mindenki hallja a harangszót, hogy a templomban Jézus hív bennünket és vár a szeretet oltárához. Most lépjünk be együtt a templomba. Templomunk előcsarnokában vagyunk. Ugye mondtam, hogy három részben áll a templom. Az előcsarnokig régen azok az emberek jöhettek be, akik még nem voltak megkeresztelkedve, csak érdeklődtek a hit iránt, vagyis a megtérés útjára szerettek volna lépni, vagyis még bűnben éltek, de a bűnüket még nem tudták elhagyni, de készültek rá, hogy valami igazat találjanak az életükben, és még közelebb kerüljenek Istenhez, és ez nagyon jól kifejezi a templom térbeli formája, hogy még itt állunk, távol vagyunk. Ha bemegyünk a hajóba és beülünk, akkor már azt valljuk meg ezáltal, hogy meg szeretném változtatni az életemet, szeretnék menekülni a hiávalóságoktól, az örök életre vágyom, Isten tanítása szerint akarok élni, és bizony, aki a szentélybe belép, mert régen ugye ott volt a keresztelő kút is, és az azt jelenti, hogy már akkor a beavatottak közé tartozok, és bátran ott vagyok Jézus mellett, ő az én Uram, aki az örök élet felé irányítja életemet. Kezdetben, ugye Jézus idejében mondtam, nem volt még minden közösségnek temploma, sőt, ugye a rómaiak üldözték is, hogy gyakorolják nyilvánosan a vallást, ezért nemhogy előcsarnokig, hanem katakombákba tartották az első szentmiséket, vagyis föld alatti temetkezési helyeken bújtak el a keresztények, az első keresztények, és az őskeresztények ott összegyűlve egy kő sír fölött miséztek tulajdonképpen, ismételték meg az utolsó vacsora szavait, és ezekben a katakombáknak a rejtekében ez oltárt úgymond körülállva tartották meg az első szentmiséket. Ma már szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat, ma már nincs olyan, hogy csak eddig jöhetek be, aki érdeklődik a vallása iránt, illetve szeretné életét megváltoztatni, és Jézus szeretete szerint szeretne élni, az nyugodtan beléphet a templomba, sőt, odállhat az oltárhoz, és akár minisztrálhat is már gyerekként, mert volt az egyik pápa, 11. Pius pápa, aki nagyon szeretett volna gyerekként közel kerülni már az oltárhoz, és ő megfogadta, hogy ha egyszer pápa lesz, és lám így lett, akkor ő hoz egy rendeletet, hogy a templomokba a gyerekek is beléphessenek, és közel kerülhessenek az oltárhoz, és minisztrálhassanak, sőt, gyerekkorukban lehessenek megkeresztelni, és első áldozóvá válni, neki köszönhetjük ezt. És ma így épül föl a templom, de az építészetben megmaradt az előcsarnoknak az a szerepe, hogyha belépek, akkor ha becsukom magam mögött a külvilág ajtaját, akkor érzem, hogy egy olyan helyre léptem be, ahol nem vagyok egyedül, mert az örök mécses az engem már hív és mutatja, hogy Jézus ott van, figyel rám, hall engemet, és ebben a csöndben, hogyha egyedül lépek be a templomba, akkor is ketten vagyunk vele. Az előcsarnokban jobb és bal oldalon találunk olyan kis szentelt víz tartókat, amik figyelmeztetnek bennünket, hogy ember, te már Isten gyermeke vagy, a keresztség szentségében, amikor is megkeresztelkedtél, azt kérted az Istentől, hogy vigyázzon az életedre, és ezt, amikor belépek a templomba, akkor meg is vallom azáltal, hogy egy keresztény ember, hogyha belép egy templomba, bárhol is, mindenütt megtalálja a szentelt vizet, belemártva a kezét,
azzal Jézus fele fordulva keresztet vett, mint egy jelként kifejezve, hogy én már Isten gyermekeként vagyok jelen ebben a templomban. Aki nincs megkeresztelve, az nyilván nem teszi még ezt, mert nem is tudja, hiszen ezt a jelt csak azt tudja, aki itt tanuló volt és megtanulta. Így az Isten számára nyilvánvalóvá válik, hogy kiérkezett meg a templomba. Úgymond köszöntés ez. Bár igazán a köszöntés a kapun kívül zajlik, különösen a férfiak számára, hiszen a sapkánkat, kalapunkat levéve így lépünk be nem csak az Isten házába, hanem ugye az európai kultúra bármilyen intézményébe. De kifejezetten ez annyira érdekes számomra, amikor megyek itt a templom előttel, még időseket látva, most is tapasztalom, hogy idős bácsik, akik itt mennek el a templom előtt, azok a kalapjukat megemelik még akkor is, ha nem jönnek be a templomba, mutatván, hogy tudom Jézus, hogy itt vagy, és tisztellek téged, így fejezik ki Jézus iránti tiszteletüket. Az előcsarnokban két oldalon találunk két-két szobrot, mégpedig emberméretű szobrot. Az egyik Szűz Mária szobra, hiszen minden templomban Jézus édesanyjának helye van, és ez a szobor Olaszországból érkezett, fehér kárarai márványból van, mégpedig Papp Pál és családjának az adománya, és ott is van az alján, hogy 2010-ben kaptuk ezt a szobrot, és akkor lett kialakítva ez a kis rész ebben az előcsarnokban, hogy aki belép a templomba, Máriára emlékezve, le tudjon borulni, és tudjon imádkozni az egyház édesanyjához, Máriához. Mária különösen fontos a magyarok számára, hiszen Szent István király volt az, aki utód nélkül lévén Magyarországot halála előtt felajánlotta égi édesanyánknak, Máriának az oltalmába, hogy legyen Magyarországnak a pátrónája. A másik szobor pedig Szent Antalnak a szobra, aki a 13. században élt, és látjuk, hogy barna ruhát visel. Ez a ferences szerzetes rendnek a ruhája, és nem véletlenül, hiszen nagyon gazdag családban született, de még gyermekként vonzotta az, hogy másként élte az életét, mint az akkori gyerekek, tehát nagyon sokat olvasott, és nem a játszadozó gyerekek között találták meg, hanem egy fa alatt, könyveket olvasva, nagyon szerette a szentek életét, és akkor elhatározta, hogy ő is a szentek nyomába lép, és lám-lám, ahogy ezt elhatározta, annyira megvalósult, hogy ő személyesen Assisi Szent Ferenccel, a világ egyik legnagyobb akkori szentjével élőben megismerkedik, és Ferenc életét követve ő maga is a ferences szerzetes rendek lesz a tagja. Ő a szegények védőszentjeként tiszteljük, mert nagyon segítette a szegényeket. Az ő jelképei a karján ülő kis Jézus, éppen azért, mert Jézusnak a szolgája lett, ahogy a ferencesek is ugye ezt vallják, Jézus szolgálni, és a fehér lilium, ami még szokott a kezében lenni, mert a lilium, ugye a fehér lilium az a tisztaságnak a jelképe, és ezzel azt akarják kifejezni a ferencesek, hogy ők teljes lelki-testi tisztaságban Istennek élik az életüket. Úgyhogy ez a két szobor fogad itt bennünket, nagyon sokan megfordulnak itt reggeltől estig a templomban, akik leborulnak Szent Antal elé és Mária elé, és itt láthatjuk, hogy vannak elhelyezhető persei adományok. Szent Antal, ugye ahogy mondtam, a szegények védőszentje, ezen persei adományok, amik itt gyülekeznek össze, amit az emberek itt bedobnak a persejbe, az a szegényeknek a megsegítésére kerül, vagyis azok az emberek, akik valamilyen oknál fogva nehéz helyzetbe kerülnek, és megkeresik a plébánost, például most is volt, aki télen nem tudott fát venni, tüzelőt venni, akkor ebből a persej adományból megvalósul, vagy hogyha valakinek nincs már pénze valamilyen oknál fogva élelemre, akkor azt is ebből segítjük meg. Tehát itt az előcsarnokban ez a két szobor, az imádság a meghallgatásra találva, az egyház segítése által van elhelyezve.
Most beléptünk a templom hajójába az előcsarnokból, ahol is a hívek foglalnak helyet a szentmisén, és mellettük ott állnak a szentek szobrai. Akkor tudunk innen tovább lépni, hogyha a szentekhez akarunk hasonlítani. A szentek, ahogy mondja a Szentírás, azok, akik már nem a földi élet hívságait keresték, hanem Istennek lefoglalt életüket bűn nélkül élték. Ehhez itt van két oldalt is, egy-egy gyóntató szék, ahol a bűneinktől tudunk megszabadulni a Jézus által alapított szentgyónás bűnbocsánat szentségében. Ha ezt megtettük, akkor már felszabadult, tiszta lélekkel léphetünk be a templom hajójába valóban, és ülhetünk le, úgymond a szentek közé, akik itt várnak bennünket. A Szent István király plébánia templom kisteleken, ahol most vagyunk, az nem az első temploma volt Kistelek városának, sőt, kezdetben itt sem volt templom. Egy 1420-as oklevél említi először Kisteleket a középkorban, mint egyházas települést, tehát valószínűleg, hogy vallásgyakorló emberek éltek itt akkor is. Aztán jött a török dúlás az országban, elnéptelenedett ez a vidék, és Mária Terézia 1776-ban úgy döntött, hogy benépesíti az elhagyott területeket, és 100 családot ide telepít Szegedről, illetve Félegyházáról. Mind, akik idejöttek, a 100 család római katolikusok voltak. Szerették volna eddigi vallásukat itt tovább gyakorolni, mivel nem volt templom, sőt plébánia épület sem, ezért Krisovics Imre csanádi püspökhöz fordultak, és kérték, hogy létesítsen itt Kisteleken egy plébániát. Krisovics Imre püspök eljön Szegedre, hiszen akkor az egyházmegye székhelye az Csanádon volt, és nem pedig Szegeden, és a Szeged várossal megegyezik, hogy egy plébánost ide kiküld, és lesz itt egy plébánia Kisteleken, építsenek egy épületet, ahol elkezdődhet a híveknek az összegyűjtése, összeírása, és gyakorolhatják a vallásukat. Kezdetben ez a plébánia épület szolgál templomul, a plébánosnak a szobája, az ő íróasztala volt az oltár, minden vasárnap leterítették egy fehér terítővel, és a plébános ezen mutatta be a szentmiséket, de aztán már olyan sokan lettek itt a vidéken vallásgyakorlók, hogy már ez nem volt elég, és 1780-ban, ugye 4 éven át zajlott ez, hogy a plébánosnak a szobájában voltak a szentmisék, és kinőtte a közösség ezt, és ezért 1780-ban Holló Imre piarista atya, aki Szeged városához fordul újra, és kéri, hogy segítsék itt ezt a kisteleki térséget, és épülhessen itt egy templom. Ennek köszönhetően 1781-ben elkezd épülni egy templom. Nem ez a templom volt az, hanem egy sokkal kisebb méretű, mindössze 4 méter magas, 10 méter széles és 23 méter hosszú templomocska volt, fehér vályokból épült, fehérre meszelt falakkal, kis fatoronnyal, és ebben gyakorolták a hívek a vallásukat. Majd a Historia Domus említéseképpen a plébánián megtaláljuk azt, hogy egy villámcsapás érte ezt a templomot, hiszen a tornya fából volt, és ez a templom leégett. Utána következik egy olyan kérés, hogy ne maradjon megint templom nélkül a közösség, megint Szegedhez fordulnak, és Szeged megint biztosítja Kisteleket, hogy segítik a templom építésben, és egy új templomot kezdenek építeni, és 1832-re készül el ez a templom, aminek a felszentelési, illetve az alapkövének mondják minden templomban a kiírt dátumot. Ez a kő itt a hajó bejáratánál, az orgona karzata alatt található, ami megörökítve, hogy 1832-ben felszentelték az új templomot, és akkor tartották az első szentmisét. Igaz, hogy akkor még nem Szent István király tiszteletére, hanem Szent Péter és Pál apostoloknak a tiszteletére szentelték fel. A templomunk a mai napig is áll, ez a templom jóval nagyobb méretű, mint az első templom, szinte a duplája, hiszen 48 méter hosszú, 16 méter széles és 36 méter magas a toronnyal együtt.
2000 fő befogadására alkalmas ez a templom. Ahogy mondtam már az első említésekor is, klasszicista stílusban épült a külseje, a belső oltárok pedig késő barokk stílusban épültek. Mind-mind a templomban, ami van, belső berendezés, oltárok, üvegablak és keresztút, szobrok a hívek adományából készültek el és kerültek a templomba, ami nagyon nagy szó, hiszen akkoriban azért elég nagy mértékű volt a szegénység, de az emberek annyira szerették az Istent, hogy áldoztak is rá, és ennek köszönhetően szép templomot hoztak létre itt Kisteleken. Itt vagyunk a missziós Szent Kereszt oltárnál. Ugye Assisi Szent Ferenccel látjuk ezt a keresztet. Ugye missziós kereszt, oda is írva, hogy 1898-ban volt az első misszió meghirdetve. A misszió szó azt jelenti, hogy küldetés. Az akkori pápa volt, aki meghirdette a missziót, igenis azt tapasztalta, hogy még a világban, itt a Földön nagyon sok helyen nem ismerik Jézusnak az evangéliumát, ezért olyan papokat küldött különböző őserdőkbe, különböző benszülött törzsekhez, akik által szerette volna, hogy ők is részesüljenek az Isten igéjében. És itt látunk aztán több évszámot fölvésve a keresztre, 1948-ban ugye ott volt az utolsó, amikor is ugyanígy az emberek eljutottak Dél-Amerikába vagy Afrikába olyan közösségekhez, olyan embercsoportokhoz, akiknek úgy szintén templomot építettek az akkori papok, persze nem kőből, hanem nádból és különböző pálmalevelekből, ahol megvolt a közösség Isten tiszteleti gyakorlásának a helye. Most miért van itt Assisi Szent Ferenc ennél a missziós keresztnél? Azért, mert Assisi Szent Ferenc volt, aki a 12.-13. században élve a legnagyobb missziót tette meg, elment a Vatikánba. Miért mondjuk ezt, hogy ez a legnagyobb misszió? Hát a Vatikánban nagyon sok ember jár, ott ismerik az örömét, hát maga a pápa, ugye az egyházunknak ugye a központja az maga a Vatikán. Azért, mert Ferenc észrevette az akkori világnak az igazságtalanságait, hogy mennyi szegény van a Földön, és mennyi gazdag, aki segíthetne rajtuk. De nem csak a világban vette ezt észre, hanem az egyházban is. Vagyis észrevette, hogy nagyon eltért az egyház az evangéliumtól, amikor a pápa hatalmas, nagy, aranyozott palotában él, és alig lehet hozzájutni, hiszen bíborosok testülete és katonák védik, és nem lehet, mint egyszerű pappal beszélni, hanem engedély kell hozzá, sőt az engedélyek engedélye, és hát Ferenc mégis eljutott az akkori pápához, és egy akkora pofont adott az egyháznak azáltal, hogy ő a pápa elé leborulva elmondta, hogy mi az örömhír, hogy a pápa ekkor fölállt, ami tilos volt akkor a pápai székéből, lejött a lépcsőn azon a hatalmas pápai emelvényről Ferenchez, és fölemelte Ferencet, és azt mondta, hogy igazad van, fiam. Persze ekkor a bíborosok testülete a Vatikánban fölháborodott, akik hatalmas arany kereszteket, meg mindenféle gyémántokat viseltek már ruhájukon, és nyakukba alig bírták hordozni, akkor mondták, hogy ez a pápa hogy mondhat ilyet. És a pápa ekkor fölmutatott, a Vatikánban ott van egy hatalmas nagy Krisztus freskó, és megértette a világgal, hogy bizony a papság nagyon-nagyon eltért attól a Jézus Krisztustól, akinek nem volt semmije, nem volt háza, nem volt autója, nem is lehetett még akkor neki, de nem magának gyűjtött, hanem akármerre ment városról városra, mindenütt, amilyen volt, az a szeretet volt a legnagyobb, azt megosztotta az emberekkel. És Ferenc ezt képviselte, hogy szegénységben élve, szeretettel, gyakorolva az Isten iránti hitet, segítse az embereket.
és akkor az egyház visszafordul a krisztusi útra, úgyhogy Ferencnek köszönhető volt az, aki az egyházat úgymond megtérítette, és új missziós lendületet adott az egyháznak, hogy saját magát is meg kell ismertetni újra azokkal a keresztény értékekkel, amit ott Jézus megélt Názáretben, Kafarnaumban, vagy bárhol, amerre ő járt az emberek között. Most Assisi Szent Ferenc ezt azért is tudta megélni, mert egy hatalmas ellentét állandóan dolgozott benne. Ugyanis Ferenc egy hatalmas nagy kastélyban lakott, mondhatjuk így, a szülei nagyon gazdagok voltak, az édesapja kelmekereskedő, ami akkoriban nagyon nagy jövedelmező forrás volt, hiszen külföldről is hozták a kelméket, és mindenki arra vágyott, hogy minél szebb ruhákba járjon, vagyis a divat már akkor is hódított. És hát ugye közben voltak különböző csaták, ahonnan az apa templomokat is kifosztva olyan nem megengedhető eltulajdonított templomi tárgyakat is gyűjtött be, aranykereszteket, aranykelyheket, amiből ugye még jobban szerette volna a vagyonát fölturbózni, és Ferenc, amikor nagykorú lett, az apa levezette ebbe a rejtek helyre, ahol őrizte ezeket az összegyűjtött, összelopott drága tárgyakat, és látta Ferenc, hogy az apjának teljesen ez az életének az értelme, és Ferenc pedig elmenekült ettől a gazdagságtól, úgyhogy az apa ki is tiltotta, mikor Ferenc még az ő általa vart kelmének a ruháját is visszaadta az apjának, hogy íme már nem vagyok akkor a te fiad, ha te ezt akarod követni, neked a pénz az Istened, és Ferenc kiballag Assisi városából a kapun, és rátalál egy romokban heverő kis templomra, amit újjáépít, és ez lesz Assisinek a szegények temploma, mert hiszen abban az időben még azt is megmondhatták, hogy a gazdagok azok beülhettek ugye a hajóba, a szegények azok hátul maradjonak az előcsarnokba, azok nem méltóak arra, hogy ünnepeljék a hitüket, és ezért Ferenc direkt egy szegényeket befogadó templomot hoz létre, ahol örömmel zajlik az istentisztelet, és énekelnek, és zsoltárokat zengenek, míg a gazdagok az aranykeresztjeikben ülve sorvadoznak és szomorkodnak némán a padokban, és hallgatják a messziről beszűrődő, igazi örömteljes hitet valló énekeket. A missziós Szent Kereszt oltárral szemben találhatjuk a templomunkban Szent Ritának a szobrát. Ugye itt már több szoborról esett szó. A templomokban a szobrok azért vannak, mert ezek a szentek szobrai. Kik azok a szentek? Azok, akik életüket valami olyan eseménynél fogva, vagy cselekedetüknél fogva megörökítette a világ, és az egyház olyan nagy dolognak ítélte meg, hogy ezáltal példaként állítja őket a keresztény ember számára. A szent azt jelenti, hogy Isten számára lefoglalt, vagyis már nem fér hozzá a bűn. A szentek, akik itt állnak most előttünk, azok is ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Vagyis úgy élték az életüket gyarló emberként, de életüknek egy pillanatában, vagy egy napjában adódott egy olyan valami különleges esemény, ami megváltoztatta ezt az életet, és olyan erőt kaptak, olyan hitet kaptak ezáltal, hogy meg tudtak szabadulni a bűntől, a gyarlóságoktól, és ezáltal az emberek fölnéztek rájuk, már akkor ott élőben kivívták az emberek tiszteletét, ezért méltánképpen mondja az egyház, hogy azok a szentek szobrai, akik itt vannak a templomokban, azok követendő példaképeik Krisztusnak, hiszen ők megvalósították azt, amire Krisztus hív bennünket. Ilyen volt Szent Rita is, aki a 15.-16. században élt, és Olaszországban, hát nem valami jó körülmények között,
mert igaz, hogy gazdag családba született ő is, de fiatalon hozzáadták egy katonához, aki nagyon kegyetlenül, erőszakosan bánt vele. A házasságba egy feltétellel egyezett bele Rita, és azt kérte, hogy minden vasárnap elmehessen a szentmisére a templomba. A férje ezt megengedte neki, de a családi életben nagyon-nagyon sokat szenvedett Rita, és volt két fia is. A férjét egy csatában, egy bosszú hadjáratban tulajdonképpen megölték. A két fia az apja haláláért bosszút esküdött, és a két fia is életét vesztette. Tehát Rita teljesen egyedül maradt így, mindenki meghalt körülötte a családjából, és elhatározta, hogy ő is Istennek szenteli az életét, és jelentkezett egy apácának, az akkori apáca a kolostor, ami legközelebb volt az ő életéhez. Nem vették nyilvánvalóan be, hiszen ő már házas volt, özvegy volt, ennek ellenére az apáca kolostor vezető nője azt mondta, hogy nem lehet már apáca belőle. De Rita olyan kitartó volt, hogy addig-addig kérte, hogy lehessen apáca, hogy végül csak fölvették az apácák maguk közé, de csak mint segítőnek. Hosszú ideig az étkezéshez készített elő az asztalokat, illetve mosogatott, tehát olyan alantas munkákat végzett, ami számára viszont nem volt alantas, hanem azt mondta, hogy szeretettel teszi, és úgy érezte, hogy az élete, mivel így romokba hever, Isten tudja csak fölépíteni ezt újra, és az apácák is látták az ő szenvedését, belső vívódásait, és azt is tapasztalták, hogy reménytelen ügy szinte Ritának az élete, és ezért is lett a reménytelen ügyek védőszentjévé. Aztán rá is bíznak az apácák egy reménytelen ügyet, hogy öntözön egy kiszáradt rózsabokrot, hogyha ő annyira erős hitű, akkor ezt is megteszi. Rita szó nélkül vállalta, minden nap megöntözte ezt a kiszáradt rózsabokrot, és ez a rózsabokor télvíz idején a legnagyobb hideg közepette kivirágzott. És ekkor az apácák meglepődtek ezen a dolgon, és jelként értelmezték, és Ritát fölvették az apácának a kolostorba. Boldog volt Rita nagyon, és azután már csak azért imádkozott, hogy még közelebb kerüljön Jézushoz, és érdekes módon Jézus egy napon azt tapasztalta Rita, hogy ő azt álmodta, hogy megsértette tulajdonképpen Jézusnak a tövis koronája az ő homlokát, és vérzett. Olyannyira látták ezt az apácák is, hogy ez a seb aztán elmérgesedett a homlokán, elkülönítették Ritát, gyógyítgatták, próbálták életben tartani, de sajnos így aztán az életét elveszítette. Viszont azt mondta az apácáknak, hogy már várja őt Jézus, így tud hozzá legközelebb és leggyorsabban közel kerülni, vagyis Rita erős hitben és békében halt meg. Hát nagyon sokan ugye, amikor ide térdelnek Rita elé, akkor ugye a reménytelen ügyek védőszentjeként a reménytelen ügyeiket tárják Rita elé, hogy segítse meg őket, hiszen ahogy mondtam, a szentek, azok hisszük, hogy az egyház tanítása szerint is ugye az örök életben vannak már, és közben járóink tudnak lenni a mennyországban, vagyis abban az országban, ahol már nincs semmiféle bűn, semmiféle rossz, semmiféle betegség, szenvedés, hát reméljük, hogy Rita is elnyerte ezt a szenvedésmentes életet, és közben jár valóban az hozzá imádkozó hívekért. Itt állunk Lisieux-i Kisszent Teréz szobránál, ami úgy szintén egy adományként került templomunkba. Buzát Jolán elemi iskolai tanítónő 1936-ban adományozta a kisteleki templomnak.
és hogy miért pont Líziói Kisszent Terészt választotta ez a tanítónő. Hát ahogyan minden tanítónő szeretettel fordul a gyerekek felé, és ugyanolyan kicsi akar lenni, mint a gyerekek, hogy megértesse velük az élet értelmét. Ez a tanítónő is ugye hát nyilvánvalóan hívő ember volt, és azért választotta példaképének Líziói Kisszent Terészt, mert ez a Kisszent Teréz megvalósította a kicsinységét. Édesapja és édesanyja is érdekes módon szerzetes és apáca akart lenni. Mégse lettek azok, az édesapja gyógyszerész lett, az édesanyja pedig csipkeverő, és 4 évesen Kisszent Teréz elveszítette az édesanyját, rokonokhoz kerül, ott nevelődik, a rokonoknak a lányai lesznek apácák, és ez tetszik meg Kisszent Teréznek, olyannyira, hogy már 13 évesen apáca akar lenni. 16 évesen elzarándokolnak Rómába, és olyan elszántan kérje az édesapját, hogy menjenek el a pápához magán kihallgatásra, mert ő szeretne valamit a pápától kérni. És csodák csodájára eljutnak a pápához, és odáll Kisszent Teréz a pápa elé, és azt mondja, hogy ő szeretne apáca lenni. A pápa ránéz, és mondja, hát kicsi vagy még ahhoz, még nőnöd kell, fiatal vagy, de ha az akarsz lenni, előbb-utóbb be fogsz lépni valamelyik apáca rendbe. És így is történik, hazamennek, és ellátogat egy apáca rendbe, és kérje az apáca főnöknőt, hogy fogadja őt ide be. Annyira megtetszik a főnöknőnek, a Kisszent Teréznek a hozzáállása, hogy befogadják őt is, mint segítőt, hasonlóan Szent Ritát, és ott is mindenféle munkát végez a kolostorban, és látják rajta az erős hitét, rengeteget imádkozik, és az a jelmondata neki, hogy mindent kis emberként, kicsinyként tenni Isten dicsőségéért, és akármire kérik, boldogan megteszi, mert azt mondja, hogy ezt ő Isten dicsőségére tette. És hát az élete nem lesz hosszadalmas, 24 évet él mindössze, és 24 évesen az Úr magához szólítja, tuberkulózis, akkori tüdőbetegség, ugye gyógyíthatatlan volt, és ezáltal ez a rövid élet adatik itt a Földön számára, de ő is úgy hal meg az akkori apáca kolostor leírásai szerint, hogy csodálkoznak az apácák azon, ahogyan az élete utolsó óráiban énekelve és Isten dicsőítve valóban az ő élete példa lesz még az apácák számára is, hogy ő azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy mennyit éltem itt a Földön, hanem hogy mennyit élek majd a mennyországban, mert érzem, hogy Istent megdicsőítettem, és Isten jó szívvel magához ölel engem. Ezért is itt van nekünk példaként állítva, hogy ne nagyra vágyóak legyünk, ne a földi ívságokat keressük, mert azokat úgyis megeszi a moly, megrágja a rozsda, innen a földi életből semmit nem viszünk magunkkal, mondja Jézus, és íme Kisszent Teréz is ugyanezt vallotta magának, viszont azokat a jó cselekedeteket, amiket ő az apáca kolostorban tett, és szívvel, lélekkel tette, és mindezt úgy élte meg, hogy kicsinyként, tehát nem kell, hogy most őt fölmagasztalják, ezért megdicsérjék. Azt mondta, hogy az a lényeg, hogy Isten tud róla, hogy én jót tettem az emberekkel. Hát nekünk is így kell élnünk. Ezért példaként itt áll a templomunkban. Templomunk hajójának a közepén található a szószék. Egy emelvény tulajdonképpen, ahova lépcsőn lehet fölmenni, és ez azt a célt szolgálta régen, amikor még nem voltak mikrofonok, hogy minél jobban hallhatóvá váljék a Szentírás, illetve annak magyarázata, ugyanis az akkori pap ide ment fel, és innen a magaslatról a hívek felé fordulva jól el tudta magyarázni azt, amit éppen az aznapi evangélium tartalmazott.
gyönyörűen kifaragott szószékről van szó, ez is ugye barokk formában, barokk díszítésekkel, tehát ez szinte minden templomban megtalálható mai napig. Igaz, hogy mivel most már vannak mikrofonok, és a nicai zsinat óta már nem használják, hiszen az volt a kikötés, hogy ne föntről vezéreljen a pap, mint egy hierarchikus, fölülről lefelé néz a hívekre, tehát nehogy az legyen ezzel kifejezve, hogy lenézi a pap a híveket, ezért ugye az oltár mellé helyezték az ambót, a felolvasó állványt, és most már onnan hangzik el az Isten igéje és annak magyarázata, vagyis a hívekkel egy térben, és nem pedig kiemelve a szószék magaslatáról. Tehát a szószék ezt szolgálta a templomban régen, ma már csak építészeti, illetve művészeti emlék. Templomunkban gyönyörű keresztút található, 14 állomással. A keresztút éppen 2020-ban volt 100 éves. A keresztút 14 állomása Tirolból származik, faragott dombormű mindegyik stáció. A keresztút ugye az magának Jézus kereszt hordozásának, kereszt útjának az állomásait szemlélteti, hogy mi történt azon az úton, amikor is az első állomás Pilátus halálra ítéli Jézust, és az utolsó állomás, amikor Jézust eltemetik, ez alatt az idő alatt, ami nagypénteken ugye fölölelt 6 óra hosszát, ugye délelőtt 9-kor kapja meg a halálos ítéletet Jézus, és délután 3 órakor kiállt fel, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, ezt az eseményeket tárja elénk. Nagyböjtben szoktuk a keresztutat imádkozni, Nagyböjt pénteki napjain, pontosan azért, mert nagypénteken hal meg Jézus, hogy péntekenként így készítsük lelkünket elő arra, hogy Jézus feláldozta értünk az életét. A keresztút minden állomását egy-egy család adományaként kapta a kisteleki templom, ők adták össze azt a bizonyos összeget arra, hogy az akkori plébános ilyen gyönyörű keresztutat tudott a kisteleki templomnak vásárolni. Az nagyon érdekes, hogy a keresztút első állomása, ugye Pilátus halálra ítéli Jézust, és itt mindig megkérdezik tőlem a gyerekek, hogy hát milyen ember volt ez a Pilátus, hogy rómaiként miért ítélte azt az idegen Jézust halálra, amikor nem is ismerte. Érdekes az, hogy igen, a rómaiak uralkodtak ugye Jézus életében a zsidókon, hogy Pilátus, mint a rómaiak helytartója, oda vezényelve Jeruzsálembe, kihallgatja Jézust, és ő maga is azt mondja, hogy nem találom vétkesnek, íme az ember, tegyetek vele, amit akartok ti. Ugye a római helytartónak volt joga bárkit is elítélni a zsidók közül, de a zsidó papok nem akarták, hogy az ő vérük, ő ítéletük tapadjon Jézus életéhez, ezért egy idegenre bízzák. Pilátus azonban igyekszik megmenteni Jézust, és azt mondja, hogy szabadon bocsájtok egy foglyot húsvétkor, mindig ez szokás volt a római helytartó részéről, és föl is ajánlja a zsidóknak, hogy egy rablógyilkos Barabást állít az egyik oldalára, a másikként pedig Jézust, és megkérdezi, hogy kit bocsássak szabadon, még ekkor is menteni akarja Jézust, mert tudja, hogy ártatlan, de a zsidó papok föltüzelik a tömeget, és azt kiabáltatják, hogy Jézust keresztre vele. Vagyis nem Pilátus ítéli igazából el Jézust, hanem a zsidók, akik nem fogadták el Jézust Isten fiaként, visszautasították őt, és ezáltal Pilátus megijedve a tömegnek az erejétől, a tömeg kiabálásaitól, féltve a hatalmát, gyengének mutatkozik, és aláírja Jézusnak a halálos ítéletét, bár utána még mindenki tudtára adja, kezet mosva, hogy íme, én mosom kezeimet, az azt jelentette ugye, hogy az én életem nem kötődik Jézus halálához, ennyire érezte Pilátus, hogy ez az ítélet igazságtalan. De ahogy Jézus is mondta, ennek be kell következnie, mert ő a világ bűneit magához öleli a kereszten, és azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A keresztúton vannak olyan állomások, ahol mi külső szemlélőkként figyelve az eseményeket,
bekapcsolódunk, mert van Simon, aki segít Jézus keresztjét hordozni, és van Veronika, aki kendőjét nyújtja Jézusnak, és letörli véres orcáját, és ezáltal mi leszünk Simon, akik, ha nem követünk el annyi bűnt, már pedig ez életünknek a célja, ezáltal kisebbítjük Jézus keresztjének a súlyát, illetve mi leszünk a Veronika, aki szívvel, lélekkel élve életünket, bűn nélkül, nem a véres arcot hordozzuk magunkban, hanem Jézusnak azt a szeretett arcát, aki szeretne bennünk élni. Vagyis azáltal a keresztútnak az a lényege az imádságnak, a keresztút imádságának Nagybőjtben, hogy külső szemlélőként, amikor elindulunk ebben a 14 állomást követve, akkor bensőnké váljon ez a keresztút, vagyis oda tudjuk magunkat helyezni Jézus mellé, bűntelenként, bensőnkben együttérezve vele, hiszen a mi keresztünket hordozza. A templomokban régen, amikor az emberek beültek a szentmisére, nem is anyanyelvükön hallhatták a misét, hanem latin nyelven, viszont ezt nem értették. Sőt, a pap háttal misézett, sőt, ugye ha latinul hallották még az evangéliumot, tehát még Jézusnak az üzenetét se értették, hogy akkor miért vagyunk itt. És azok az emberek, akik nem tudtak írni, olvasni, azok számára magának a templomnak a freskói festményei adtak tájékoztatást, és azokban gyönyörködve rögtön, úgymond a szegények bibliája a freskó, rátekintett egy jelenetre, és megértette, hogy mit üzen Jézus. Most itt a kisteleki templomban 1912-ben Bicskei Kárl János festett a mennyezetre 4 freskót. Ezek a freskók mind-mind Szent István király életéből ábrázolnak egy-egy jelenetet. Szent István király ugye a mi templomunk védőszentje és a kisteleki embereké, és ezért van ugye, hogy Szent Istvánnak az életéből örökít meg eseményeket. Az első freskó az tulajdonképpen a Szeged Csanád Egyház megyének a megalapítása, hiszen ott van rajta a szegedi dómnak is a tornya, és ennek az az érdekessége, hogy ahogy a festő ezt megfestette, rajta van Szent István király, az első Szeged-Csanád megye egyház püspöke Szent Gellért, és ott térdel mellette egy pap, aki nem más, mint Krámer János plébános, akinek idején ezek a freskók készültek. Nem tudta a plébános, hogy az arca föl fog kerülni a freskóra, és amikor átadta a festő, lefüggönyözte és leszette ezeket az állványokat, és meglátta a plébános, akkor nagyon elcsodálkozott, és azt mondta, hogy azon nyomban tüntesse el, úgyhogy összeveszett a festővel, de a festő már nem volt hajlandó változtatni, és a mai napig is így ott maradt Krámer plébánosnak az arca a freskon. Végül is a plébános belenyugodott ebbe, de itt van, és most is imádkozik egyházközségünkért. A második freskó az pedig azt ábrázolja, ahogyan István király alamizsnát oszt a szegényeknek, hiszen tudjuk jól, hogy István király intelmeket írt fiának, Szent Imre hercegnek, és azokban az intelmekben különösen fölhívja a szegények iránti tiszteletét fiának, Imrének, hogy amikor majd ő uralkodik, akkor ugyanúgy, ahogyan ő tette, vegye figyelembe, hogy a szegényeket támogassa. Ezt láthatjuk a második freskón, amikor éppen Szent István király adományt ad az éppen kolduló szegényeknek. A harmadik freskó pedig azt ábrázolja, amikor Szent István király átadja az intelmeit fiának, Imre hercegnek. Imre herceg éppen átveszi ezeket az intelmeket különböző papirusz tekercseken, és ott van mellette Szent Gellért püspök, akiről tudjuk, hogy Szent Imre hercegnek a nevelője, tanítója volt. Ő úgy került ide Olaszországból, és Szent István király megbízta Szent Gellértet, hogy ő egyházmegyéket alapítson a mi országunkban, és 10 egyházmegyét alapítva, aztán mikor ezt megtette, Szent Imrét nevelte, és hát erősítette Szent Imrének a hitét, ugye így lett Szent Imre herceg az ifjúság védőszentje. De Szent Gellért volt minden esetre a mi Szeged-Csanád egyház megyénknek az első püspöke, az ő szent erekjéi a mai napig is a szegedi dóm főoltárában találhatók. A negyedik freskó pedig azt ábrázolja, ahogy már Szent István király az Árpádházi szentekkel felajánlja a koronát Máriának,
egyben Magyarországot ezt jelképezze vele, vagyis arra kéri Máriát, Jézus édesanyját, hogy legyen a mi magyaroknak is az édesanyánk, és védelmezze országunkat, mert nem volt ugye utódja Szent Istvánnak. Szent Imre herceg fiatalon, 21 éves korában meghalt egy vadászaton. Hát ez érdekesség megint, hogy valakik azt mondják a történészek közül, hogy egy vadkan ölte meg, valakik pedig azt mondják, hogy ez csak egy legenda erről, hanem akik nem akarták, hogy keresztény úton járjon tovább az ország, intézték el úgy, hogy Imre herceg ezen a vadászaton áldozatként elessen, és ne térjen már haza apjához. Szent István király nagyon megsiratja Imre herceget, hiszen az egyetlen reménysége volt a további országvezeték, keresztény országvezetésnek, de sajnos István király halála előtt éppen ezért már nem tud mit tenni, kétségbe esettségében, viszont erős hittel Máriához fordul, és 1038. augusztus 15-én felajánlja Magyarországot imádság közepette Máriának, úgyhogy az fő oltárunk is, a festmény védőszentünk képét ábrázolva, leveszi a koronát István király a fejéről, és leteszi az oltárra. Ott térdel mellette Imre herceg is, ezzel azt jelképezve, hogy tovább adom az országomat az Isten kezébe, legyen Isten szeme rajtunk, és nekünk pedig benne bizodalmunk. Templomunkban csodálatos üvegablakok vannak. Az üvegablak akkor érvényesül, hogyha fény jön be a kívülről a templom üvegén. Az első üvegablak a Szent István királyunkat ábrázolja, templomunk védőszentjét, a vele szemben pedig feleségét, Boldog Gizellát, mellette Szent István mellett Szent Imre herceget, a fiát, a harmadik pedig Szent József a kis Jézussal, utána Szűz Máriát és a felnőtt Jézust, aki a szívére mutat, Jézus szívét, a szeretetet jelképezvén. Az üvegablakok is tanítanak bennünket, és úgy, ahogy mondtam, szenteket ábrázolnak, de milyen érdekes az, hogy az üvegablak, ha kívülről nézzünk, az teljes sötétséget jelent, nem látunk rajta semmit. Ha bejövünk a templomba, akkor megvilágosodunk, ahogyan az üvegablak is világosságot áraszt felénk, de hogyha ránézünk, akkor a mondani való által világosodunk meg, hogy akik ott vannak felénk ábrázolva, azok az életükkel üzennek nekünk, hogy ők a világosság fiai lettek, ahogy a mennyországot az ember a világosságban képzeli el, és ugye a poklot pedig mindig a sötétségben, ők már a mennyországból üzennek nekünk, hogy ők megvalósították szentekként az Istennek tetsző életet, most, akik itt rájuk tekintünk, és itt ülünk a hajóba, rajtunk a sor, vagyis elgondolkodhatunk egy-egy ablakra nézvén, hogy kit, miért szeretnénk követni életünk folyamán. Az üvegablakok is 1929-ből valók, tehát jó régiek már, majdnem 100 évesek, és minden egyes üvegablak különböző családnak vagy közösségnek az adománya. A Szent István királyt ábrázoló üvegablak az Kistelek községe adományából készült. Templomunkban két mellékoltár található. Az egyik a Jézus szíve mellékoltár, a másik a Szűz Anya mellékoltár. Az oltárok ugye a régen, amikor nem volt templom, mondtam, hogy katakombákban miséztek a keresztények. Az oltárnak ez a része tulajdonképpen egy kőből épített sírra emlékeztet, és ezen mutatták be a szent misét. És az oltár fölé emelik annak a szentjét, szentnek a szobrát, akire fölnézünk, mert példaképünk ő. Ugye így alakult ki a Jézus szíve oltár, hiszen mi Jézusra felnézünk, mert Jézusnak sikerült az Isten fiaként megmaradni a földön, nem ment bele a sátáni kísértésekbe, nem fogadta el, a sátán őt is megkísértette háromszor, visszautasította, mind a háromszor visszaválaszolt a Szentírás szavaival, megerősödvén az Isten tanításában Jézus kitartott
a lelki, erkölcsi tisztaságban, és ezért ugye Jézus Isten fiának bizonyult, és ez annak a példaképe emelt oltárunk, hogy mi is szeretnénk Isten fiaként élni a világban, de nagyon nehéz, főleg ma, amikor annyi kísértése van az embernek, de hogyha Jézusra rátekintünk, hogy rámutat a szívére, hogy szeressétek egymást, akkor az ember megtér, és elgondolkodik, hogy hogyan is élje tovább az életét. Ezt mutatja nekünk ez az oltár. A másik mellékoltár Jézus édesanyját, Szűz Máriát ábrázolja, mégpedig ez egy barlangszerű ábrázolás, ez a Lurdi barlangot próbálja nekünk ábrázolni, ahol a kis Bernadettnek megjelent Mária. Ugye Máriának több jelenése volt a világban, arra kérte a Bernadettet, hogy adja tudtára az embereknek, hogy imádkozzanak a világ megtéréséért, és ez az oltár nekünk is az imádság oltára. Régen a templomokban egyébként a bal és jobb oldali részbeosztása véletlen. Jézus szíve oltár felül ültek csak a férfiak, és a szűzanya oltár felül pedig csak a nők. Éppen ezért ugye a nőknek ugye a rózsafűzér imádsága itt nagyon jelentős, úgyhogy a mai napig is, amikor ehhez az oltárhoz járulunk, akkor ezen az oldalon imádkozzuk a rózsafűzért az édesanyákkal, nagymamákkal és a gyerekekkel együtt. Hát arra buzdít bennünket ez a mellékoltár, hogy az imádságban kitartóak legyünk, mert az imádságunk azt mondja Jézus, zörgessetek, és megnyittatik nektek, meghallgatásra talál, ha kitartóak vagyunk. A főoltárunk 1835-ben készült el, tehát jó régi oltárról van szó. Ugye itt is látjuk, hogy az oltár, maga az alaptalapzata, az egy szent sírra emlékeztet, egy kőből épült sírra, amin régen, ahogy miséztek, és annak a tetejére van fölemelve a szentségház, ahol Krisztust őrizzük az oltári szentségben. Ez a szentségház gyönyörű barokk kidolgozású, és minden szentségház fölött ott van a főoltár kép, aki ábrázolja a templomnak a védő szentjét, aki, ahogy mondtam, Szent István király. És a képen azt láthatjuk, hogy Szent István király letéve a koronázási jelvényeket letette az oltárra, és odamutat Máriához, és ezzel fölajánlja országunkat Mária oltalmába. Maga az oltár gyönyörűséges tetején ott látjuk a Szentlélek jelképét, aki ugye ránk árasztja fényét, és védelmez minket. Itt látunk két kis barokk angyalt is, ugye az angyalok serege hozzá tartozik az egyházhoz, hiszen az egyház három részből áll, a földi szenvedő egyház, illetve azok egyháza, akik már nem itt élnek a Földön, de még nem kerültek a mennyországba, a tisztító egyház, a tisztulás állapotában lévő emberek, és a harmadik pedig a mennyország, ugye, akik már az Isten színről színre látják, és az örök élet országában vannak. Vagyis ez a három együtt alkotja az egész világot, a földi életből átlépő, és már a szentek szentjében élők, a mennyországban élő emberek, ahova minden ember vágyakozik, ahol már nincs semmi szenvedés, baj, betegség és bűn. És ezt szeretné minden ember elérni, hogy így éljen már itt a Földön, mert ahogyan mondja Jézus, az Isten országa köztünk van, aki a templomot választja az Isten országának a kezdetéül. Ugye éppen ezért mi keresztények azt mondjuk, hogy vasárnap, azaz nekünk az első nap, nem az utolsó a hétből, mert mi a templomban zajló szentmiséből táplálkozunk, és abból megyünk ki, hogy hirdessük, amit itt kaptunk Jézustól, és aszerint éljünk, azt éljük meg az emberek között, azt próbáljuk megvalósítani, ezáltal növelve az Isten országát. Régen ezen az oltáron misézett a pap, a híveknek háttalálva mutatta be a szentmisét, de ez az egyház úgy döntött, hogy forduljunk szembe a hívekkel, hogy még inkább be tudjuk kapcsolni őket, és ne maradjon a kívülállók. Ezért ugye született meg
a szembe miséző oltár, ami azért is kapta ezt a nevet, mert a pap és a minisztránsok így már szembe állnak, és a hívekkel közösen tudnak az oltár köré kapcsolódni, ahol is felajánljuk a kenyeret és a bort, ami egy Krisztus testévé és vérévé lesz, vagyis megjelenik a Krisztus az oltárunkon, ugyanazokkal a szavakkal, amit Jézus mondott az utolsó vacsorán, ez az én testem és ez az én vérem, és erre a hívek hittel tudnak válaszolni. Vagyis a hívek így aktívabbá váltak, nem csak külső szemlélődőként vesznek részt a szentmisében. A szentélyben található a keresztelő kút, amely a gyermekek keresztelésére szolgált, hiszen ezt, ugye ha leemeljük róla, akkor ebbe a szentelt vizet beleöntve a gyermeket fölé tartották, és így keresztelte meg a pap. Ma már ez is kikerült innen, tehát nem egy eldugott részében történik a templomban, hanem a hívek közössége előtt, főleg ha szentmisében van a keresztelés, akkor általában a szembe miséző oltár előtt, hogy a hívek közössége is be tudjon kapcsolódni a keresztelés szertartásába. De nagyon sokáig egy külön keresztelő kútnál keresztelték meg a gyerekeket. Minden templomban található a szentélyben húsvéti gyertya. A húsvéti gyertya Krisztus világosságát jelképezi, mert maga Jézus mondta nekünk, én vagyok a világ világossága. A legsötétebb nap, ugye az a nagy péntek éjszakája, amikor is Jézus meghal a kereszten, és akkor ugye a keresztények szomorkodnak, hiszen elveszítettük tanítónkat, mesterünket, megváltónkat. De visszanyerjük, mert azt mondta, harmadnapra feltámadok, és nagy szombat éjszakáján, amikor összegyűltek az ős keresztények, a sötét templomokba egyetlen egy kis fény gyújtva, a húsvéti gyertya fényét behozva, énekli a pap, hogy íme Krisztus világossága, és erre válaszolják a hívek, Istennek legyen hála. Vagyis ez a jelképes tárgy bizonyítéka nekünk annak, hogy Jézus Krisztus feltámadt, él, és nekünk is ajándékozni akarja ezt a feltámadást. Ezért nagy szombat éjszakáján húsvéti gyertya köré összegyűlnek a templomon kívül a hívek, és úgy hozzuk be ünnepélyes szertartás közepette, és mikor a húsvéti gyertya fénye bevonul a sötét templomba, utána szólal meg csak az orgona, utána gyúlnak ki a templomi fények, és hirdetik a harangok, hogy Jézus Krisztus él. Az előbb jöttünk a szentélyből, a szentségház minden templomnak a szíve. A templom másik végében található az orgona, ami a templomnak a lelke. Hiszen ez az a hangszer, amely évszázadok óta a templomi liturgiát kíséri, ha kell, akkor halkan, éppen hogy csak a bűnbánatunkat kifejezi, ha kell, akkor pedig ünnepélyes, erős hangon megszólalva hirdeti az örömhírt. Az orgona az a hangszer, amit úgy is neveznek éppen ezért, hogy a hangszerek királynője, mert mindent tud. Tud érzelmes lenni, tud erős lenni, tud határozott lenni, kifejez minden ünnepélyességet és méltóságot. A kisteleki orgona az a honfoglalásunk ezredik évének emlékére készült el 1896-ban, egy szegedi mester készítette, és az az érdekessége, hogy 1917-ben, amikor kitör az első világháború, akkor hát veszteség éri a kisteleki templomot is, mert a legnagyobb harangját leszerelik, ágyűöntésre viszi el a katonaság, és a kisteleki orgonának 58 nagy fém sípját viszik el fegyveröntésre, tehát az orgona szegény megsérül, és nagyon hosszú ideig ezek a sípok nem is lettek pótolva. Érdekesség még az, hogy mechanikus orgonáról van szó, ami nagyon kevés van már az országban. Egyre több az olyan elektromos orgona, ami nem sípok által levegőrezgéssel szólal meg. Ez az orgona még azzal, és éppen ezért, ahogy a templomot az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1958-ban műemlékké nyilvánította, vele együtt ez az orgona is műemléknek számít. Thank you.
az orgona Sókanik János szegedi mesternek a harmadik alkotása, amit 1896-ban épített meg a mester Városi Gyula plébánosnak a kérésére. Azóta állít ez az orgona, úgyhogy 123 éve szolgálja a kisteleki római katolikus egyházközség liturgiáját. Ez egy elektromechanikus orgona, ami azt jelenti, hogy elektronikus bekapcsolással kap levegőt a síprendszer. Az orgonának van egy játszóasztala, mint minden orgonának. Ez tulajdonképpen az orgonának az agya. Ha én itt ezen valamit megnyomok, egy billentyűt, akkor mint egy számítógépben is ugyanúgy elindul egy információ az orgona traktúrájába, itt lefelé, és valamelyik síphoz vezet. A levegő az egy szélládából érkezik, ami tulajdonképpen az orgonának a tüdeje, és így szólaltatja meg a hangszálakat, amik az orgonának a sípjai. Kapcsolom be, és a levegő, ugye már halljuk is, hogy a szélláda megtelik levegővel, 1000 liter levegő van a szélládában, és az kész állapotba hozza az orgonát, és itt a hátam mögött már halljuk is, hogy már a szeleprendszerek ott már alól megtöltöttek, és arra várnak, hogy én megnyomjak egy billentyűt, és valamelyik sípba beengedjem a levegőt. Tehát, hogyha én most itt lenyomok egy billentyűt, akkor a levegő már be is áramlik, és akkor már szól. Tehát az orgona egy olyan, mint egy élő ember, úgy muzsikál, és borzasztó érzékeny hangszer, különböző sípok vannak benne, erről majd később beszélek, és hát képes megfázni is, mint egy ember, képes melege lenni, mint egy embernek, tehát nagyon, nagyon érzékenyen érinti akár az időjárás, mint egy embert is, és hát a hangszerek királynőjének nevezik, méltán azért, mert mindent tud. Egy egész zenekart képes helyettesíteni. A hangmagasság a sípoknak az anyagától függ, a méretétől, a kiképzésétől, a fedésétől, tehát nagyon sok minden befolyásolja, mert a sípok készülhetnek fából, részből, onból, alumíniumból, és hát az olcsóság kedvéért horganyzott lemezből is, tehát ez már maga a hangszint is befolyásolja, de a legkisebb síp, ami éppen most voltunk a pécsi székesegyháznál a hittanosokkal, és ott is megcsodáltuk a hatalmas orgonát, ott a legkisebb síp az 1 cm. Na most ez egy olyan magas égi hangot ad ki, fémből van, ami emberi fül számára kicsit kényelmetlen is, mert hiszen tehát olyan magasságokat pendít meg, hogy az már nem emberi fülnek való tulajdonképpen. A legnagyobb síp, az fából készül, az több méteres lehet. Például a pécsi székesegyházban is van 10 méteres fából készült síp, ez pedig olyan mély hangot szólaltat meg, hogyha beülünk a templomba, akkor a padozat alatt is rezeg a levegő tőle, és olyan erőt mutat. A legmélyebb síp, ugye mondtam, hogy az a fa síp szólaltatja meg, és ugye itt van egy vonalas C, két vonalas C, illetve van a nagy C, ugye, és ezt a fa pedállal tudom elérni, és a legalacsonyabb lépéssel tudom itt megszólaltatni. Tehát ekkor az a hatalmas 3 méteres, a kisteleki orgonában a legnagyobb síp, ez annak a hangszíne. És a legmagasabb az pedig ez. Ami már a vonathűthöz hasonló, tehát ez már igen magas, tehát az emberi hallást ez kicsit már így magába irritálja, de orgona nagy ünnepélyes daraboknál nyilvánvalóan akkordokba szépen szól. Tehát ez mind befolyásolja egy sípnek a hangszínét tulajdonképpen. Egy orgonán az, hogy melyik szólal meg, milyen hangszín, igenis itt most ez a kisteleki orgona egy manuálos. Ez azt jelenti, hogy van egy billentyűsor, amihez különböző regisztereket tudok megszólaltatni, hogyha kihúzok egy regisztert, mondjuk egy csemballót, vagy egy burdont, akkor az különböző hangszínt fog utánozni nekem. Vonósokat, fúvósokat, de egy billentyűhöz van, tehát lehet variálni. Aztán van pedálkopula is benne, ami azt jelenti, hogy a legmélyebb sípokat szólaltatja meg, de össze lehet kötni egy magas fémsíp sorral is, és ez pedig itt a különböző pedálok nekem segítenek ebben, hogyha megnyomom az egyiket, akkor mondjuk egy nagy zenekart is tudok utánozni. Aztán a legbővebb regiszter az a mixtúra, ami azt jelenti, hogy minden benne van,
az összes orgonába beépített regiszter egyszerre szólal meg, hát ez a legünnepélyesebb, ez a legmonumentálisabb hangzást mutatja. Ha most a leghalkabb regisztert húztam ki, ez a 8 nyelvsípos szalicionál a kisteleki orgonában, ami a legfinomabb hangzást tudja létrehozni, ezt most akkor megmutatom. Ez a leghalkabb hangzás, a legmagasabb és az összezengető, ugye mondtam, hogy a mixtúra az, ami mindent tud, tehát az összeset, na ez itt most le is esett nekünk, ha minden, ja ezt nem húzom ki, ezt még nem is beszéltük a tremolót, de majd mondok róla valamit, ha működik. Na most akkor megmutatom a legerősebb hangzást. Ugyanez a darab mondjuk, hogy szól nagy ünnepélyességgel. Sokáig még szól a hang, amikor ugye a legerősebb hangzást adja, tehát valóban eljut az emberekhez. Jó, és akkor még van benne egy olyan is, hogyha maga a templomi ének a kíséretéhez szól, mert ugye ez már a hangverseny hangszíne, ez emellett énekelni nem lehet, akkor pedig ugye ez hallatszana. Végtelen variációja van akkor az orgonának, ugye, amikor, hát itt most a kisteleki orgona az tulajdonképpen 8 regiszteres, ami azt jelenti, hogy 8 különböző hangszínt tudok megszólaltatni, illetve azokat összekapcsolva variálni, de mondjuk, hogyha több manuál van, több billentyűsor, és hát rengetegféle hangszínsor, akkor hát matematikai variációk sorát lehet benne összekombinálni, tehát kimeríthetetlen az orgon hangzás. Ezért mondják, hogy hangszerek királynője. Ez az egy manuál sor, ugye ez az egy billentyű sor van, vannak különböző, van 9 manuálos orgona is, például Franciaországban, ilyen volt a Párizsi Notre-Dame-ba is, ami leégett ugye, és itt ha kihúzok egy regisztert, akkor egyfajta hangszínen szólal meg, ha kihúzok majd egy másikat, már akkor kétféle szólal meg, és ha kihúzom a legtöbbet, akkor az összes. Ezek a legmélyebb sípokat, a fasípokat szólaltatják meg, és ezek a felső pedálok pedig megint össze tudnak kapcsolni bizonyos sípsorokat. Az ókorban már az első Isten tisztelő emberek kigondolták, hogy az Isten valami olyan méltó zenével kellene dicsérni, ami nem emberi. És akkor elkezdtek gondolkodni, hogy milyen hangszer lenne ehhez méltó. És hát az orgonának az őse tulajdonképpen, ugye az orgona, az sokan azt hiszik, hogy olyan, mint a zongora és billentyűs hangszer, de ugye nem igaz, mert ahogy mondtam, levegő szaladgál itt a sípokban, tehát aerofon hangszer, vagyis a levegő működteti. Na most az első orgonákat nem levegővel szólaltatták meg, hanem az ókorban a görögök és a rómaiak vízi orgonákat alkottak, és a víz különböző szintjei, ahogy azt mozgatták a sípokban, és annak a fölfele törő nyomása adta az orgonasípoknak a hangját.
Később lett majd a 4. században, amikor rájöttek, hogy a levegővel is tudnak manipulálni, és áttértek a levegőfújásos, de lábbal fújtató sorgonákra. A kistelek orgona is egyébként még amikor készült, lábbal fújtatós volt. Itt oldalt megtalálható benne az, amit ideállva egy ember vagy két ember egy mise alatt állandóan nyomta bele a levegőt, hogy szóljon az orgona. Majd a 10. században válik igazán az orgon, amikor a templomépítés Európában ugye megindul a nyugati kereszténység, akkor az orgonáknak megépülnek azok a helyei a karzaton, a kóruson, ahol el tudják helyezni, és ekkor már Franciaországban, Németországban, Olaszországban kialakulnak az első profi orgonaépítő iskolák tulajdonképpen, akik hát nagy feladatot vállalnak föl, mert mindegyik más volt egyébként, a német is, a francia, olasz is egy kicsit hangzásában és építésében is, mert hiszen, mint látjuk, rengeteg munka van egy orgona építésnél, hát asztalosnak kell lenni, fizikusnak kell lenni, matematikusnak kell lenni, mert az orgonának ugye a sípja, hogy megszólaljonak azon a behangolású hangszíneken, hangokon, ahhoz hallás is kell, tehát egy orgona építő az tulajdonképpen polihisztor volt abban az időben, és a barokkorban Johann Sebastian Bach is ilyen polihisztornak számított, mert ő is orgonákat épített. Ő addig nem nyugodott meg, amíg az ő művei nem egy megfelelő hangszínű orgonán szólaltak meg, úgyhogy Bach kiképezte magát az orgona építésből. Ezért volt az ő korában olyan csodálatos az, hogy az ő miséire, mert Bach elsősorban ugye kántor volt, az ő miséire jártak az emberek, és több órás miséket tartottak, mert hiszen Bach annyira játszott az orgonán, hogy nem hagyta abba. És hát ezek az Isten dicsérő hangszerek, akik megszülettek, ugye tovább fejlődtek, majd ugye mondtam, hogy a kistelek orgona is elektromechanikussá vált, és már egy elektromos kapcsolóval, hogy a levegőt befújva szólalnak meg ezek a sípok, de azt látjuk, hogy ez a síprendszer, ami itt van mögöttem, hát olyan, mint egy hatalmas bútordarab, tehát ezeket nem lehet odébb rakni. Az első kis orgonák, amik az ókorban születtek, sokkal kisebbek voltak, azokat lehetett ugye ide-oda rakosgatni. Királyoknak is, hogy a kastélyaiban voltak különböző kis orgonák, amik ugye lábbal fújtatósak voltak, de ma már szinte orgonaépítő gyárak vannak, tehát akik templomok orgonát rendelnek, azok mert meg tudják választani, hogy a templom méretéhez kapcsolódóan mekkora orgonát szeretnének a templomba választani. Karbantartása ezeknek az orgonáknak éppen ezért nagyon bonyolult. Tehát én, mint kántor nem nyúlhatok hozzá, mert ez, mondom, polihisztori szakértelmet tehát érdemes rá, hogy egy olyan ember nyúljon hozzá, aki igazán ért hozzá, mert volt, aki megpróbálkozott kántor az, hogy majd ő kiporszívózza az orgonát, hogy tiszta legyen, na jól mellé fogott, mert az egész hangolása az orgonának megváltozik, tehát nem lehet belenyúlni nem szakértő embernek. Nem kis dolog, mert az egész orgonát szét kell szedni ahhoz, hogy újra tudjuk megszólaltatni tiszta hangokon, mert a fémsípokat, azokat különböző rezonáló kis fémlemezekre vannak behangolva, ami a levegőt ugye megrezegteti az a kis lemez, és ennek köszönhetjük, ezt úgy nevezik, hogy ajaksíp. Vannak benne nyelvsípok is, amiben nyelvecske van, fa sípokban is például. Tehát annyira bonyolult a behangolása neki, hogy ez igazi szakértelmet kell, hogy érdemeljen. Másképp nem lehet igazán szépen játszani egy orgonán. Tehát a kántor, annak az a dolga, hogy a beépített orgonán vezesse a templom énekeket, illetve hát koncerteken játszon különböző hangversenydarabokat, de maga az orgonának a karbantartása az tehát szakértelmet. Akik készítik, azok tudják igazán, hogy egy orgonához hogy nyúljanak hozzá, és újra behangolhassák. Az orgonának van egy különleges hatása még, ugye, ami tremolónak neveznek, hogyha ezt a regisztert kihúzom, akkor halljuk is, hogy a levegő az nem csak beáramlik, hanem kiáramlik is. Van egy olyan levegő fedél ott bent középen, amit a lélek lelkének is hívnak, mert a levegőt azzal, hogy kiáramoltatja, a sípokat, a sípokban lévő levegőt megint csak még jobban megrezegteti, tehát egy finom, romantikus hangzást ad az orgonának. Hát ezt most megpróbáljuk megszólaltatni, nem tudom, hogy sikerül, mert nagyon régen használtuk a tremolót.
ez az a tremoló hangzás, ami tényleg az embert úgy érzi, hogy a lelkek itt vannak körülöttünk, és olyan éteri szintbe emeli. Éppen azért, mivel egy orgona levegőbe fújásos, tehát fizikai erőt is igényel, hogy megszólaljon, attól függően, hogy milyen manuál, milyen billentyűsor, vagy hány van beépítve, mert azért el lehet képzelni, hogy van mondjuk egy 9 manuálos billentyűsoros nagy orgona, akkor ugye ott a bal kéz, a jobb kéz, tehát maga már a kántor, hogyha több billentyűn játszik, vagy több manuálon, akkor már az fizikai erő, hát még a pedálsor, tehát egyszerűen a levegőt, hogy azt meg tudjuk nyitni a sípban, ahhoz erő kell. Tehát sokkal nagyobb fizikai kifejtést is igényel, de nyilvánvalóan, hogy egy orgonához odaülne, amikor belép az ember a templomba, és lentről fölnéz rá, akkor már azt látja, hogy igazi királyi megszólalása van, arról még nem is beszélve, hogy az orgonát gyönyörűen díszítik különböző helyeken, hogy a nagy orgonákat angyalokkal, aranyozással, faragással, tehát az ember úgy érzi magát, hogy kicsit a mennyekben van. És onnan, mintha egy égi hangként az orgona megszólalna, tehát méltóság ideülni egy orgonához, nagyon-nagyon ünnepélyessé teszi pontosan ezért az Isten tiszteleteken a liturgiát is, mert olyat tud, ami az emberek lelkét remekteti meg. Nem véletlenül, amikor levegő, az azt jelenti, hogy a lélekkel kapcsolatos ugye a szó, és hogyha az a levegő elindul, és itt a templomnak a terét betölti, akkor az emberek is lelke bele remeg abba, és hát ezért könnyű találkozni Istennel az orgonával, orgona segítségével, mert az orgona tényleg a lélekhez tud szólni. Ugye beszéltük azt, hogy vannak elektromos orgonák, és vannak ugye szintetizátorok, amelyekbe be van építve az orgona hangszín. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok templomban is használunk ilyet, például Bakson is, vagy Pusztaszeren is, pici kis templomba ekkor orgonát nem lehet bevinni, mert az a hangerő, ami megszólalna benne, tehát az emberek kiszaladnának. És ezért egy kisebb is megteszi, hát illetve praktikus azért, mert könnyen lehet odébb mozdítani, vagy ha mi is mondjuk a Szent István király koronadásod című darabbal mentünk különböző templomokba, akkor mi vittük a kis elektromos orgonánkat, és azon játszottam, mert ahhoz vannak hozzászokva egyrészt az énekesek is, másrészt hát odaállítom, ahova szeretném. De a templomban nyilvánvalóan az élő levegővel megszólaltatott síp hangzásnál nincs szebb. Ezt még az is elismeri, akinek nincs hallása. Még az is, amikor jön a mise végén, és ezt mi tanár úr, ez olyan szép volt. Hát ez a lényege a dolognak, hogy egy olyat adjunk Istennek és a liturgiának, amivel ki tudjuk fejezni azt, hogy a lélek hangszere szólal meg ebben az órában, amikor Isten elé áll az ember, és ezt jól kitalálták az őseink, mert ez bizony az orgona hangszerek királya.